Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a református nagy templomban, mögöttünk javában zajlanak a munkálatok, erről beszélgetünk Szentesi Lajos főgondnokorral. Amikor legutóbb beszélgettünk, arról beszéltünk, hogy tavasszal szeretnék a fűtés folytatni, most itt ezek a munkálatok folynak. 2013 ősz folyamán a református egyházközség presbitérium úgy döntött, hogy a karszegi református nagytemplomnak a padfűtését elkezdi. Azok a munkálatok, amit az első ütembe terveztünk, azt el is végeztük 2013. október 23-ig. Akkori padfűtés 720 ülőhelynek a fűtését biztosítja, tehát eddig 720 személy tud fűtött ülőhelyen ülni. A 2014 tavaszán a presbitérium úgy döntött, hogy bővíteni fogjuk a padfűtést. Jelenleg folynak azok a munkálatok, amiket már egy-két napon belül befejeződünk, iddig, és az azt jelenti, hogy még 340 fővel bővítjük a fűtés korszerűsítést és a fűtés kiépítést, ami azt jelenti, hogy így több mint 1000 fő tud egyszerre leülni fűtött meleg helyre. Ezek a munkálatok egy-két napon belül befejeződnek, és már a hétvégi istentiszteleten mindenki a gyülekezet részéről fűtött ülőhelyen tud részt venni. Gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy most azért már a tavasz felé közeledünk, és jön a jó idő, de ősszel ismét lehet majd olyan rendezvényekre jönni, amelyek most is voltak ebben az évben, hiszen a fűtött ülések ezt lehetővé tették. Hát annyiban tudnék erre választ adni, hogy már márciusra tervezünk rendezvényeket. Március 15-én az ünnepi istentisztelet már fűtött helyen fog meglenni, valamint március utolsó napjában tervezünk egy nagy koncertet, ahova országos hírű előadó művészt fogunk hívni. Az az alkalom is már fűtött padokba fog lenni, tehát már hívom a kedves lakosságot, presbitereket, gyülekezeti tagokat, diákokat, hogy egy márciusi nagy orgona koncertre már valamennyien fűtött helyen tudunk ülni. Reméljük, hogy akkor sokan eljönnek, hiszen akkor 1000 fő azért az már nagyon szép, és reméljük, hogy sokszor megtelik ez a templom. Hát nagyon bízunk benne. Egyébként is a megnövekvő diák létszám végén szükségesé vált a padoknak a fűtésének a megoldása. Ez a munkafolyamat befejeződni fog egy-két napon belül, és utána minden egyes alkalom mind fűtött nagy templomba fog történni. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen megköszönöm a lehetőséget. Innen megy el minden egyes padfűtéshez.